Szeptember végén kezdődik a kukoricatörés. Csantavéren a termelők elmondták, az időjárási viszonyok miatt a megszokottnál nehezebb lehet majd a kukorica begyűjtésének folyamata, és a termés akár 10%-a is odaveszett a sorok összekuszálódása miatt. A hozam azonban ennek ellenére is bőségesnek ígérkezik. Ebben az évben mondhatnak, egy közepes termés várható, ha bár szeszélyesült az időjárás, voltak, ahol több eső volt a nyáron, volt, ahol kevesebb, egy része a határnak, és ott látszik már, hogy nagyon érnek kukoricák, a másik részén még zöldek, azokat most silózzuk, ott ugye biztosan egy kicsivel nagyobb lesz a termés. Jó termés esetén a termelők az új kukorica minimális árára számítanak, ez pedig fejtörést okoz a számukra, mert sokan még a termelési költségeiket sem tudják fedezni belőle. Az még a jövő kérdése lesz, de szerintem nagyon nagy ár várható. Nem nagy ár várható. Az ókukorica ez most elég szép áron van, az a 20 dinár, 40 para körül, de az új kukorica az nem tudok rá mit mondani. Szerintem az 10 dinár, ha lesz, az maximum lesz. Csantavéren további károkat okozott a kukoricabogarak megjelenése is, de a termelők így is elégedettek az ígéretesnek tűnő hozammal.